Vigadalom a színpadon és a nézőtéren is, a hétvégi rendezvényen pusztadobos lengyel testvér településének táncos zenés formációja is fellépett. A gyerekek kézműves foglalkozásokon vehettek részt, valamint több vidámparki és ügyességi népi játékot is kipróbálhattak. A helyi asszonyok és a környékbeli vadászok pedig kora reggeltől különböző ételeket főztek, sütöttek. Volt őzbabgulyás, valamint túrós lapcsánka is. A közösségi napon megnyitották a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értékek tára című vándorkiállítást, valamint díszpolgári címet adtak át a pusztadobosi származású és a települést évtizedek óta segítő Vondorkovics Jánosnak. A díjazott elmondta, a római katolikus templom belső felújítására először közel 10 évvel ezelőtt ajánlott fel jelentős összeget. Bementem a papbácsinkhoz, és mondtam neki, hogy hát én felajánlok akkor 1 millió forintot, természetesen szedjék össze a többi pénzt, hát elég sokba került, a pontosat nem tudom, de nem is ez a lényeg. A második pedig az volt, hogy a tetőt kellett cserélni, mert eléggé elavult, újra megismételtem a milliót, sőt, még jött egy olyan is, hogy csillár, egy gyenge minőségi volt, még arra is adtam, emlékezetem szerint 350 000 forintot. A közösségi napot idén is a Jármi Kúria udvarán rendezték meg. Az épített örökségre és az azt körülölelő parkra büszkék a helyiek. Az épületben jelenleg a helyi óvoda és a gyerekház működik. Elképzeléseim szerint a gyermekintézményt szeretném kiváltani, és megbővíteni egy olyan szárnyal, hogy ez az épület U-alakot venne föl. Tetőteret építenénk a lapos tetőre, és egy rendezvény, koncert, hangverseny központot alakítanánk ki egy szabadtérit és egy beltéri színházteremmel együtt, amely több funkciós lenne, és ez a járásban azt gondolom, hogy egyedülálló, illetve a megyében egyedülálló környezetet biztosítana a kulturális szórakozási lehetőségre. A jövőbeli fejlesztés egyértelműsíti, hogy a pusztadobosi óvodának is új helyet kell keresni, így a település vezetése pályázik majd egy nagyobb nevelési intézmény építésére. Ez azért is szükséges, mert a gyermeklétszám nem úgy, mint más településeken, növekszik pusztadoboson.